Köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek ezen az alkalmon. A Körber, ahogy ezen az egyébként, ez a Molinon itt van, világszínvonalú egyedi gépgyártással foglalkozik, és elmondom, hogy egy kicsit képbe kerüljetek, hogy mit is csinálunk, hogy miért jó nekünk ez a kapcsolat az egyetemmel, mert ez tűnhet úgy egyébként kívülről nézve, vagy a saját kollégáink személyén keresztül is, hogy ez a nagyon erős kapcsolat és egy tényleg komoly energia mi részünkről, ez miért jó nekünk? Miért jó egy piaci szereplőnek, egy multinak ennyire hangsúlyosan egyetemi kapcsolatokat építeni? Miért nem úri huncutság ez, vagy miért nem csak egyfajta lokálpatriotizmus a részünkről? Erre próbálok rávilágítani a tartalomban. A Körber az egy világszintű koncern, német tulajdonban van. Egy kicsit érdekes a működése, nincs a tőzsdén. Ezt egy Körber nevű úriember alapította a II. Világháború után. Halála után nem volt családja, és a teljes vagyonát, ami akkor már egy fölépített nagy, komoly cégbirodalom volt, egy alapítványra hagyta, aki mai napig tulajdonolja ezt a vagyont, és ez az alapítvány működteti, ők reprezentálják a tulajdonosi kört. Ami azért érdekes, mert nem azzal a szemlélettel működik, hogy minél nagyobb profitot kivegyünk a tulajdonos számára, hanem két cél vezérli őket, a meglévő megtermelt profitot vagy visszaforgatják a vállalat működésére, vagy pedig jótékony célra fordítják. A Körber díj például az a világszinten most már a Nobel előszobájának, a Nobel-díj előszobájának számító tudományos díjnak számít, amit évente ad oda egy kuratórium a Körber vagyonából kiszakítva, úgymond erre a célra fordítva. A cég egyébként közel 20-25 ezer főt számol világszinten. Ezeken a kis pontokon, ahol ezen a térképen látszik, ott vannak valamiféle entitások, jogi entitások. Gyártás egyébként nincs sok helyen. A pécsi a második legnagyobb gyártó telephelye a Körbernek, a németországi telephely után. De logisztikai szempontok miatt a világ egyéb pontjain is azért vannak kisebb-nagyobb gyártóhelyek. 5 üzletágra szeparálódik a működésünk. A technológiákatnak hívjuk, most nem olyan régóta egyébként ez a dohányipari gépgyártást jelenti, mindegyik gépgyártást, tehát kifejezetten gépgyártással foglalkozik. Gyógyszerítő gépgyártással, ellátási láncokkal kapcsolatos gépgyártás, ez azt jelenti, hogy mindenféle szállítópályák, telephelyen belüli anyagok mozgatását jelenti, papíripari gépeket gyárt, és van egy olyan üzletág, ami nem gépgyártás, ez kilóg egy kicsit, egy digitális üzletág, de ez is a gépekkel kapcsolatos megoldásokat szolgálja. És akkor egy kicsit fókuszálva Pécsre, a Körber múltja az a Szopjanna gépgyártból indul. A pécsiek biztos ismerik ezt a nevet is, meg talán a céget is. Egy nagyon patinás és jól működő szerszám gépgyártó cégről van szó, amit 1994-ben vásárolt meg, akkor még Hauni néven a vállalat, és privatizálta, és elkezdett egy nagyon komoly tudatos fejlesztésbe fogni, fölismerve azt, hogy a magyar munkaerőpiaci helyzet, a magyar mérnöki találékonyság, és ez az egész valahogy egy olyan egyenleget alkot, ami egy nagyon hatékony és jól működő szervezetet eredményez itt. Nagyon jól illeszkedve a német mentalitáshoz és kultúrához, egy gyümölcsöző kapcsolat alakult ki. Nem fogok végigmenni ezeken a lépéseken, talán a legfontosabbat mondom csak el. Az üzenet a fontos, hogy itt gyártócsarnokok keletkeznek, hogy itt beruházások vannak, hogy a tulajdonosnak egy olyan hite van ebben a telephelyben, ami egy ilyen töretlen és építkező folyamat, ami nagyon jó üzenet a kollégáink számára, és nagyon jó üzenet, ha egy multi egyáltalán lehet nagyon hosszú távban gondolkodó, akkor ez az, és ez egy ilyen stabilitást ad az egész működésnek. Ami még érdekes, az talán ez a közelmúltbeli esemény, hogy 2021 óta nem Hauninak hívják a pécsi telephelyet, Hauni gépgyártónak, hanem Körbernek, és ez pedig egy picit visszautalva az előző diára, míg korábban kifejezetten dohányipari gépgyártással foglalkozott a pécsi telephely, az most már kibővült ezekre az egyéb üzletágakra is.
Majd lesz egy olyan diám, ahol az évek közötti árbevételt meg létszámot fogom taglalni. Ott látszik azért, hogy a dohányiparnak világszinten egy ilyen nagyon hullámzó élete van. Itt meg kéne kérdezni az utca másik oldalán a dohánygyárat, hogy ők biztos tudják, hogy tendenciák vannak, van, amikor elindul az e-cigaretta gyártás, van, amikor felerősödik a dohány ellenes lobby, óriási hullámzások vannak az iparágban. Emiatt mi, mint gyártó itt ennek az ellátási láncnak az elején vagy a végén, attól függ, honnan nézzük, elszenvedtük azt, hogy volt, amikor teljesen kiterhelt éveink voltak, mindenki túlórázott, és ami a csövön kifért, azt úgy kellett gyártsunk. Majd voltak évek, amikor visszaesett a megrendelés, de itt voltak a gépeink, itt voltak az embereink, amiben nagyon sokat fektettünk, mert ez nem egy betanított munka zajlik nálunk, hanem szakemberek, szakmunkások dolgoznak nálunk. Tehát nem lehet őket a piacról egyik pillanatra a másikra leakasztani és munkába állítani. Úgyhogy egy nagy érték az, ami itt a kerítésen belül van. Nem akartunk elengedni embert, nem akartunk leépíteni gépeket. Emiatt lett a döntés 2021-ben, hogy ezeket a hullámvölgyeket megpróbáljuk kiegészíteni úgy, hogy más iparágak, de a cégcsoporton belüli más iparágaknak is elkezdtünk gyártani. Tehát a pécsi telephelyén már nem dohányipari gépeket gyárt kifejezetten, azt is, 50-60%-ba teszik ki a terhelése a cégnek, hanem egyéb iparágaknak is, elsősorban egyébként gyógyszeriparnak a gépeit is gyártjuk. Nagyon büszkék vagyunk rá egyébként, hogy a COVID alatti megrendelések között voltak olyan gépeink, az Eidenader nevű cégnek az ampulla vizsgáló gépe, ami a világ 30-valahány százaléknak a COVID vakcináját azt a mi gépeink vizsgálta le világszinten. Az egy brutális mennyiség. És a Körber gépek mindig egyfajta minőséget képviselnek, tehát ez a mondjuk úgy a drága, de prémium kategóriás gépcsoportokat jelenti a piacon. Néhány szó, néleg nem belemenve a számokba, ezeket a hullámzásokat akartam megmutatni, hogy itt történtek a dohányiparnak ezek a beszakadásai láthatóan. Most egyébként a következő évünk ettől a portfólióváltástól kifolyólag úgy néz ki, hogy rekord év lesz, ilyen 150 millió eurót fog kibocsátani itt a pécsi telephely. És úgy néz ki, hogy ez itt valahol itt lesz a 2024-es, mert egy másik karakterisztikája az egyedi gépgyártásnak, hogy egy ilyen gépet legyártani, ez ilyen 6-8 hónap körülbelül az egyszerűbbeket. A hosszabb típusú gépek összeszerelése és legyártása az még hosszabb idő. Magyarul mi már most tudjuk, hogy 2023-24-ben mit fogunk gyártani. Nem az történik, hogy most bejön egy megrendelés és két hét múlva kell kiszállítsuk, hanem ezek egy nagyon hosszú átfutású dolgok, mert nagyon nagy bonyolultságú gépekről van szó. A munkavállalói létszámunkról is pár szó. Ez egy kicsit követi, de azért nem akkora amplitúdóval, mint az előző dia. Tehát itt szerettem volna érzéket, hogy nem nagyon szeretjük elküldeni a kollégáinkat. Amikor szükséges, akkor egyébként bérelt létszámmal is és dolgozunk. És akkor itt már kezdünk rákanyarodni arra, hogy milyen munkaerőpiaci helyzetben vagyunk. Egy stabil vállalat körülbelül 1000 fővel, amelynek nagyon alacsony a fluktuációra, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 3-4% közötti az éves fluktuációnk, ami kifejezetten alacsony, de mégis új pozíciók keletkeznek, nyugdíjba vonulások vannak, úgyhogy szükség van a jó szakember utánpótlásra, és akkor itt jön az úri huncutság, hogy az egyetemi kapcsolat létfontosságú számunkra. Ugyanis végzettség szerint így néznek ki a kollégáinknak a képességei, képesítései. Mérnök felsőfokú 14%, nem műszaki, de felsőfokú 9%, és akkor ezek középfokú szakmunkás vagy egyéb képesítéssel rendelkező kollégák. Ez egyébként ez jó reprezentálja azt a létszámot is, hogy az 1000 főnk, az körülbelül úgy néz ki, hogy 800 fő dolgozik a termelésben, különböző műszakrendekben, mi kék galérosoknak hívjuk őket, és akkor az irodai dolgozók, a fehér galérosok, akik a támogató funkciókat látják el, hogy ez az operáció jól működjön, ők dolgoznak ezekben a pozíciókban. Hoztam toborzási statisztikákat, ez a tavalyi évünk, a 22-es évnek a teljes áttekintése. Fölülről indulok, 190 nyitott pozíciónk keletkezett a tavalyi évben, ezek jellemzően új pozíciók voltak,
vagy ahogy mondtam, nyugdíjba vonulás, vagy ez a 3-4 százalékos fluktuációból keletkező pozíciók. Erre 2106 önéletrajzi, vagy valamiféle jelölt érkezett be hozzánk. Ez mindenféle szűkítés után, interjúk száma után érkeztünk meg a tavalyi 190 főre. Hogy ez milyen csatornákon keresztül jött, ezt nagyon komolyan mérjük. Muszáj ismerjük a saját folyamatainkat ahhoz, hogy javítani tudjunk rajta. A legnépszerűbb toborzási csatornánk, azt MAP-nak hívjuk, ez a munkatárs ajánlási programunk. Ez egyébként korábbi munkahelyemen is azt kell mondjam, hogy ez volt mindig is a leghatékonyabb, hogy személyes kredit alapján valamit én mondok egy barátomnak, hogy ez egy jó munkahely, annál erősebb üzenet nincsen. Magyarul mi azt kell építsük, hogy a kollégáink itt jól érezzék magukat, és ezt a hírt vigyék tovább a családban, a baráti körben, stb. Ez a legerősebb üzenet. Fölülír mindenféle CSR program, bocsánat Bence, de mindent fölülír. Ha én azt mondom valakinek, hogy ez egy jó hely, és gyere ide, egyébként azért is fogom azt mondani, mert van CSR valószínűleg. Itt kapcsolódik össze talán a dolog. Tehát a munkatársi programunk a legsikeresebb toborzási csatornánk. Egyébként emögött pénzügyi motivációt is építünk. Behozott önéletrajzok, akik utána beválnak a próbaidő után, akkor annak a pozíciónak a x százalékát, a fizetésének az x százalékát megkapja az a kollega, aki az ajánlást hozta. Partnercégek is jelentősek, a digitális csatornák, hagyományos digitális csatornák is jelentősek, de óriási szelet és nagyon-nagyon fontos szelet az a mérés, amit mi végzünk, hogy a direktbe, az egyetemről, tehát mikor megkérdezzük, hogy te honnan tudsz rólunk azon az állásinterjún, akkor ő azt mondja, mert ott vagytok az egyetemen, mert láttam az egyetemen egy prezentációt, mert ott van a rollapunk egy ilyen eseményen. És ezt a mérés, ez 12%-át jelentette ennek a 190 embernek, tehát több mint 200 jelölt, jellemzően friss diplomás, az onnan jött nekünk, hogy az egyetemi kapcsolatainkat ilyen szinten működtetjük. Úgyhogy nem úri huncutság. Itt ez már egy piaci érték innentől kezdve. És nyilván benne van a lokálpatriotizmus, meg benne van, hogy segítsük a helyi egyetemet, segítsük a pécsieséget, nem tudom, de azért ez meg a tulajdonos számára is megmutatható komoly együttműködési érték. Hogy milyen aktivitásokon keresztül kapcsolódunk, és mik azok a felületek, ahol a két entitás összeér. A műszaki informatika kar, a közgáz, a TTK, AJK, BTK-val szakmai együttműködésünk van. Az azt jelenti, hogy a mi kollégáink tartanak órákat, gyakorlati helyeket adunk, szakdolgozati témákat biztosítunk, mindenféle programokat indítunk, hogy gyárlátogatás, hogy gyakorlatba lássanak piaci helyzeteket, saját tantárgyat indítunk, van, ahogy csak beoktatunk, tehát tényleg nagyon-nagyon sok verziója és együttműködési felülete van, volt 2022-ben, jellemzően ezekkel a karokkal. Ahhoz, hogy mi tovább tudjunk lépni ebben a témában, azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy mondtunk egy merészet, és azt mondtuk, hogy idén szeretnénk az egyetem összes karával együttműködésre lépni. Még akkor is, ha direkt hatása, vagy direkt előnye talán annak, hogy egy, nem tudom, a szekszárdi pedagógus képző karnak egy körber talán nagyon-nagyon távol van, mert nem azokat a szakembereket képzi, ami nekünk majd egyszer kell, de mégis azt gondoljuk, hogy annak is van értéke, és tud értéket teremteni, ha valamiféle együttműködés indul. Úgyhogy ezeket a nyilaknak a tartalmát még nem biztos, hogy mind meg tudom mondani. A Bence pont említette egyet, hogy lesz egy egészségnapunk, ahova talán az LTK-s kollégák, hallgatók, ott dolgozók tudnak nekünk segíteni, de nem tudom még a tartalmát, a célunk az, hogy év végével valamiféle együttműködési kapcsolat kialakuljon. És akkor hadd éljek egy pici kritikával is az egyetemmel kapcsolatban, ha ránézünk ezekre a logókra, mondjuk úgy, hogy az arculat nem egészen teljesen egységes, és a működés sem egységes. Nekünk óriási kihívás az egyetem külön karaival beszélgetni, minden dékánnal megbeszélni, hogy mit akarunk, miért csináljuk, ez egy elég komoly energia és probléma, de ez ügyben is van előrelépés, azt gondolom, mert nem olyan régóta Fedeles rektor helyettes úrral közösen válvetve létrehoztunk egy Korber Kompetencia Központ nevezetű entitást, amely egy közös entitás az egyetemnek és a Körbernek, amelyik egyfajta ernyőként megpróbál itt a karok között nekünk hatékonyságot növelni, segítséget nyújtani.
a témákat bevinni, egyfajta kétirányú kapcsolatot teremteni ebben a szövevényes kapcsolati rendszerben, ami nyilván az egyetem komplexitása is adja, meg még sok minden komplexitás is van itt ebben a rendszerben. Úgyhogy nagyon hiszünk abban, hogy az egyetemi együttműködésünk az nekünk értéket teremt, úgyhogy ezt az utat mi folytatni fogjuk, és biztos vagyok benne, hogy a további sikereket is nekünk ez az egyik alapja lesz annak, hogy itt folytatni tudjuk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és a hallgatást.